A rezsicsökkentés nagy vívmány, a határkerítést nem akarja lebontani a baloldal, és háborút se szeretne. Erről a tusványoson szervezett vitán beszélt Molnár Zsolt. Az MSZP pártigazgatója ugyanakkor kijelentette, a Fidesz koldusok országává tette Magyarországot. Zoomon kapcsoljuk Molnár Zsoltot. Az MSZP pártigazgatója a vonalban tehát. Jó estét! Jó estét kívánok! Itt van. Kicsit megijedtem, az előbb nem láttam hirtelen megjelenni. Tusványosan nagy tapsot kapott, amikor megjelent, és hát végén kifütyülték valószínűleg az előbb Szurok András kollégám által idézett mondataiért. Milyen volt a hangulat? Tisztelettel azzal kezdeném, hogy talán izgalmasabb most, hogy országgyűlési képviselőként a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnökeként, sőt a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként tudok beszámolni arról, hogy mi történt ott. Valóban volt olyan pillanat, amikor hangos fűszó kiabálás és rebbontás történt, főleg akkor, amikor a 3 millió kordós országáról beszéltem, és kétségkívül, és ez egy nagy tapasztalat szerintem minden ellenzéki politikusnak, hogy az ott lévő közönség az meglepetéssel fogadta, hogy nem akarjuk lebontani a határkerítést, nem akarjuk eltörölni a rezsicsökkentést, és nem vagyunk háborúpártiak, ez spontán tapsal reagáltak erre a felvetésre. Én ezt köztudomásnak tartottam, és ott szembesültem, hogy bizony vannak olyan választópolgárok, nem kevesen, akik még azt hiszik, hogy mi kerítést akarunk bontani, háborúpártiak vagyunk, és el akarunk törölni a rezsicsökkentést. Na ezért kell bemenni az oroszlán barlangba, és ezért kell vitába szállni minden létező alkalommal a kormánypárti politikusokkal, különösen, hogyha van erre média megelőzte, amit, ez pedig az volt. Megelőzte, amit mondtam volna, mert felvetettem volna nyilván azt az évek óta, gyakorlatilag évtizedek óta zajló vitát, hogy kell-e ellenzéki politikusnak megjelennie ott, ahol a kormánypárti politikusok, korábban ugye egyszerűen csak a fideszes politikusok viszik a prímet, mert hogy kiszolgáltatott helyzetbe került minden ellenzéki politikus. Ön is így érezte? Nem éreztem így, hiszen ez egy vita volt, amelyet fölvettek, ott voltak tudósítók, nagyon örülök, hogy ott voltak az ellenzéki portálok, a 24.hu, ott volt a Telex, ott volt a 444, biztos még mások is. Ezért én azt gondolom, hogy élni kell a olyan vitával, ami élő vita, ami nem megszerkeszthető különösebben, abban részt kell venni. És hogy még egy nagyon rövid példát mondjak, amikor egy évvel ezelőtt az Alkotmánybíróságon megtámadtuk a kezdeményezésemre a Balaton tönkretételével egyenlő 30 méteres parti sávot kijátszó törvényjavaslatot, nagyon sokan ugyanazt mondták, hogy érdemes az Alkotmánybírósághoz fordulni. Hát csak nem gondolod, Zsolt, hogy neked fog igazat adni, vagy nekünk, ellenzéki képviselőknek. Én abban hiszek, és ugye tudják a kedves hallgatók, kedves nézők, hogy az Alkotmánybíróság egyhangú döntésével igazat adott az ellenzéki kezdeményezésnek, és megállította azokat az építkezéseket, amelyek a jövőre nézve tönkretennék a Balaton. Sajnos a múltat nem lehet már visszacsinálni. Ezért én abban hiszek, hogy egy ellenzéki politikusnak felelőssége az ilyen vitákon részt venni, meg kell vívni ezeket a harcokat. Természetesen olyan menjen az oroszlán barlangba, akinek van ütésálló képessége, aki nem ijednek Kocsis Mátétól, és a helyszínen lévő 100-120 nyilván döntő többségében érzelmileg jobboldali, a Fideszhez kötődő közönségtől, bírni kell a nyomást. Nyilván nem 100-120 ember volt ott, hát tudjuk pontosan, hogy óriási tömeg volt magántusványoson. Viszont a sátorban ennyien fértek, de hát ott is ugye ki volt az hangosítva, már amennyire híre jött a dobszóktól és minden mástól, meg áramszünettől lehetett azt ott kívül hallani. Viszont a legerősebb vita a körül zajlott, ami ügyében most tüntetés is zajlik, rezsicsökkentés és kata változtatás. És hát ennek jegyében kérdezem, hogy bármennyire is, bármilyen ügyben is meg tudta-e győzni a másik oldalt, hogy tám minden nem így van jól, ahogy most ezeket meglépik. Abban hiszek, hogy a közönség egy része, mert akik közvetetten értesültek az eseményekről, ők legalább elbizonytalanodtak. Például azon az állításon, hogy lehet-e adóéven belül egy-két hét alatt ilyen döntést meghozni, ami a katára vonatkozik, és szeptembertől érvényben léptetni, és ezzel több százezer ember napi megélhetését el lehetetleníteni, adóéven belül ismétlen még egyszer, ami egy gazdaság stabilitásának a tönkretétele és a beismerése annak, hogy kapkodás van, vagy pedig elbizonytalanodtak nagyon sokan abban, amiben Stumpf riporter, moderátor úr vetette föl, hogy lehetséges-e, hogy mondjuk a márciusi kampányban már lehetett tudni, hogy a rezsicsökkentés ebben a formában nem lesz tartható, hiszen világos, hogy ahogy kiderült, hogy nem világháború az orosz-ukrán
konfliktus, ugye orosz agresszióval indult, hogy az is világossá vált, hogy ennek az energiárakra és ezáltal a rezsicsökkentésre hatása lesz. Föl kell tenni a kérdést, hogy ezt mondjuk március végén lehetett-e tudni, és kinek a felelőssége, hogy ez nem került nyilvánosságra. Tehát ezekről kell beszélni, érdemes beszélni, és hát nyilván Tusnádfürdőnek egy olyan üzenete is van, hogy ott a magyarság sorskérdéseiről van szó. Igen, ez a magyarság sorskérdése, hogy mi lesz a katásokkal, és mi lesz a rezsicsökkentésnek az úgynevezett megvédéséről. Tehát nem csak azok a nemzeti sorskérdésekről, amelyekről a Fidesz akar beszélni, hanem azok, amelyek valóban azok. Ennek van egy közös halmaza, például a béke, mert ebben azt hiszem minden józan politikus egyetért, békét kívánunk, sőt a kerítés sem bontjuk le, de teljesen más gondolunk a rezsicsökkentés fenntarthatóságáról, az ezzel kapcsolatos felelősségről, a kata tönkretételéről, hiszen valóban formailag nem megszüntették, de hát ugye azért erről meg kell kérdezni a katásokat, hogy ők erről mit gondolnak. Hát kiürítették gyakorlatilag a katáskörbe tartozók csoportját. Nem tudom, hiszen a programját nem ismerem, hogy hallotta-e, látta-e a helyszínen Orbán Viktor beszédét. Több oknál fogva sem. Az egyik nyilván az, hogy családi program miatt péntek este hazaindultam, így is azért ez egy jó 8-10 órás út. Másik azt gondolom nem is lett volna helyes, miközben természetesen figyelni kell arra, mit mond Magyarország miniszterelnöke, hiszen a következő évek meghatározó küzdelmeiről beszélt. Tudom, hogy most mondta az előbb, hogy parlamenti bizottságok elnökeként, tagjaként nyilatkozik elsősorban, de azért csak megkérdezem, MSZP-s politikusként mit gondol arról, amiket Orbán Viktortól hallott, vagy hallhatott a közönség tusványosan? Tulajdonképpen egy része volt, ami megdöbbentett, és amelyet értelmezni kell különösen a szóhasználat miatt. Nyilván nem meglepetés, de amikor a fajokról van szó, akkor le kell szögezni minden jó érzési politikusnak, hogy minden ember egyenlőnek születik, és sajnálatosan azt kell mondanom, hogy egyenlőként is hal meg, mármint a sajnálatos az, hogy meghalunk. Ez egy olyan határ, amit nem szabad feszegetni, és ezek az értelmezések, ezek kétségesek. Nem akarom abba az irányba elvinni, hiszen az figyelemelterelés lenne, ha most arról kezdenénk beszélni, hogy Orbán Viktor mennyire szélső jobboldali, esetleg náci. Ez szerintem nem náci. Szerintem tudatosan teszi azt, hogy olyan témákat hoz be, amelyek megosztóak és elterelik a figyelmet. De ez a szóhasználata, hogy nagyon helyesen a Mazsirisz is, meg mások is, Köveslomó is tárgyalásokat kér, tisztázni kell. Viszont a többi, amiről beszél, azokat a csatákat meg kell vívni részben Európának, részben a magyarságnak az energiabiztonságért. Ebben azért vannak olyan ötletek, amelyekről érdemes beszélni. Ilyen az atomenergia, ugye, ilyen az energiabiztonság, az orosz gáz, az Európai Unió szankció. És vannak olyan kérdések, amelyek kulturális ideológiák, amelyeket Orbán Viktorral szemben kell megvívni, mert Magyarországnak egy nyugatos atlantista országnak kell lenni, és ennek nincsen alternatívája. Hogy akarunk-e párhuzamos társadalmat Közép-Kelet-Európában, például Budapesten, vagy Győrben, vagy Szegeden, ez egy újabb olyan kérdés, amiről beszélni kell, és nem szabad, hogy tabu legyen. Ezért szerintem nagyon megosztó beszéd volt, volt olyan része, amit mereven el kell utasítani, volt, ahol érni kell a gyanúperre, hogy gumicsont, és nem szabad hagyni, hogy például a mozzajló tüntetés helyett csak arról beszéljünk, hogy ideológiailag hogyan kell értelmezni Orbán Viktort a szélső oldali skálán, és vannak olyan csaták, amelyekkel kőkeményen szembe kell menni, mert Magyarország és a magyarok helye nyugaton van a nyugatos társadalmakban, és nem ennek az alternatíváiban. Ezeket a csatákat meg kell vinni, és vannak olyan kérdések, amelyekben nem szabad vitatkozni, mert a buta viták azok felszalámízzák és fölölnik az ellenzéket, mint ahogy láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban sajnos olyan vitákba mentünk bele, korábban a kerítés, a migráció bevándorlás kérdése, a magyarság kérdése, a nemzeti összetartozás kérdése, a szavazati jog kérdése, a kettős állampolgárság kérdése, vagy a határkerítésen túlmenően a rezsicsökkentés pontos értelmezése. Ezekben a vitákban abban az értelemben, hogy Orbán Viktor szeretné és a Fidesz, ezt a vitát nem érdemes végigvívni, mert részben nekik van igazuk, részben pedig megnyerhetetlen a vita. Én azt hiszem, hogy ez egy új szemléletmód, biztos, hogy ezért is kapok majd hideget, meleget, de akkor is így gondolom. Képviselő, örülök, hogy elmondta, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Ha jól tudom, már szabadságon van, úgyhogy akkor visszaengedem a családhoz. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, a politikus is ember, ha nem is ezek szerint a legméltányolhatóbb, hogy szabadságon van, de nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek, aki nyaral, annak kellemes pihenni, és mindenkinek másnak meg jó munkát kívánok. Viszontlátásra!